Dr. Lumnitzer Sándor díjat kapott Köningerné Orbán Margit védőnő. Az elismerést a kapuvári képviselőtestület június ülésén vette át. Kapuvár városi önkormányzat képviselőtestülete a 139/2008-025 számú határozatával Köningerné Orbán Margit védőnőt, kiváló egészségügyi és szociális munkáért Dr. Lumnitzer Sándor kitüntetésben részesítette. Köningerné Orbán Margit védőnő 1981-től az egészségügyi főiskola szegedi védőnőképző szakának elvégzése óta dolgozik a kapuvári védőnői szolgálatnál területi védőnőként. Tanácsaival végig kísérje a várandóság hónapjait, felkészítve az édesanyákat a szülésre és a csecsemő gondozására. Minden igyekezetével próbál megoldást, segítséget nyújtani a családoknál felmerülő egészségügyi és szociális problémák megoldásához, ahhoz, hogy megfelelő, illetve egészséges környezetben nőhessenek fel a gyermekek. Adományok gyűjtésével is segíti a rászorulókat. Aktívan részt vesz a városi egészségfejlesztési feladatok szervezésében és lebonyolításában. Többek között a szülésre felkészítő tanfolyamok, babamama klub foglalkozások, anyatej világnapi rendezvények és egészségnapi szűrővizsgálatok lebonyolításában. Köningerné Orbán Margit munkakezdése óta gyűjti és őrzi a védőnői hivatást jelképező emléktárgyakat, jelképeket, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy a jövő generációja megismerhesse a védőnői szolgálatnak fejlődését. A védőnői szolgálat fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából nagy sikerű városi kiállítást szervezett az általa összegyűjtött relikviákból. Színvonalas munkájának elismeréseként a képviselőtestület méltónak találta a kiváló egészségügyi és szociális munkáért Dr. Lumnitzer Sándor kitüntetésre. A kapuvári védőnő Szanyban született, majd Sopronban végezte el az egészségügyi szakközépiskolát. Szanyban végeztem az általános iskolát, és mi sokan vagyunk testvérek. A nagycsaládos lét meghatározta már gyerekkoromban az, hogy milyen pályára menjek, hisz nálunk soha nem ürült ki a kis szék, nálunk mindig volt rajta, ki üljön. Szerencsére én az elején vagyok, a testvéreim létszámában 7 vagyunk testvérek, és láttam a testvéreimet felnőni. Ez nekem nagyon jó érzés volt mindig. Szanyban hogyan segítették egymást a testvérek? Milyen volt egy nagy családban élni? Nagyon jó volt. Én még megérhettem a több generációs együttélést, hisz egy szobában laktunk öreganyámmal, öregapámmal, a szüleim, meg még akkor meg volt a nővérem és egy öcsém is. Én érdekes módon a szoba közepén aludtam, arra emlékszem, pár éves koromra visszaemlékszem. Az én ágyam a szoba közepén volt, nem tudom miért. Nem okozott ez problémát, ha visszaemlékszik? Hogyan tudták a mindennapokat beosztani? Hát nem, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Gondolom, hogy a öreganyám, öregapám, ugye öreganyám nem dolgozott, öregapám gazdálkodó volt, földműves, meg hát földbirtokosnak nevezték ezt a szakmát régen. Mi ebbe belenőttünk, belenevelkedtünk, a TSZ államosításáig ők gazdálkodók voltak, utána meg természetesen hát a kor jöttével a TSZ-ben dolgoztak a szüleink, az édesapám is traktorosként, tehát ők, mi meg úgy benne voltunk, az udvarban is állatok voltak, a nagybátyámnak is születtek ott gyerekei, tehát ugyanabban az egy udvarban laktunk, nőttünk föl többen is gyerekek. Az utcában is sokan voltak akkor még.
Ugye az általános iskolát Szonyba végezte, igen, majd középiskolát hol folytatta? A középiskolát Sopronban, az egészségügyi szakközépiskolát végeztem. Ott egy nagyon jó képzést kaptunk, megalapozta ez a képzés az egészségügyre való rálátásunkat. A gyakorlati képzés, az ápolási gyakorlatok nagyon sokat segítettek, klinikumi ismeretekkel alapoztuk meg a tudásunkat akkor. Akkor még ugye Szombaton is jártunk iskolába, jártunk kórházba ápolási gyakorlatokat végezni, sőt még vasárnap is kellett mennünk dolgozni, ez a betegápolás volt főként. A beteg megfigyelés az nagyon fontos, úgy érzem a később a munkámban is nagyon fontos az, hogy megismertük az embereket, beszélgettünk velük a betegekkel, a betegségük állapota, a beteg pillanatnyi hogy léte, az nagyon fontos szerintem a mai napig is a mi szakmánkban. És amikor elvégezte a középiskolát, akkor hol folytatódott a szakmai pályafutás? A tanáraim javaslatára a Szegedi Egészségügyi Főiskolára mentem tanulni. A főiskola az 3 éves volt, ekkorra már. 75 óta főiskolai képzésben vesznek részt a védőnök, én 81-ben végeztem el. Itt az úgymond nagy gyakorlaton szembesültünk igazából a védőnői munka nehézségeivel, utazás, eső, szél, pó, fagy, de nem csak ezzel is, ezzel, hanem hát a munka szépségével természetesen igazából akkor találkoztunk. És amikor elvégezte a felsőfokot, akkor került Kapuvára? A főiskola elvégzésével én 81. szeptember 1-ével kezdtem itt Kapuváron. Igen, ebbe az körzetbe helyezkedtem el, Gartai városrészre. Örültem, hogy ide kerültem, akkor furcsának találtam, azt hittem Kapuvára az egy városias város, akkor szembesültem vele, hogy gyakorlatilag nem. Én ezt akkor ugye Szegeden a sok emeletes épületből kikerülve azt hittem, hogy egy város az sok emeletes nem, hanem egy falusias rész gyakorlatilag. Itt akkor még mindig élt a több generációs együttélés, egy udvarban több család, több lakos is volt. Ez számomra furcsa volt, mert nálunk Szonyban ez nem jellemző, viszont a kisalföldi építkezés során láttam, hogy ez itt dívik ez a fajta családi lakásbeosztás. Kezdetben hogy képzeljük el a védőnői tevékenységet? A 80-as években mit kellett önnek tennie? Még először ugye a bizalmatlanság nagyon erős volt a munkám részéről, a családok részéről, hisz oda kerültem 21 évesen. Annyi tapasztalattal, amennyit a családból hoztam, ez nagyon megalapozta egyébként a munkámat, mert vissza tudtam nyúlni ahhoz, hogy az édesanyámtól is mit hallottam, mit láttam, a testvérem növekedésével mit tapasztaltam. Sokszor tudtam erre hagyatkozni, mert akár amikor helyettesítés során vidéken helyettesítettem, ott is tudtam gyakorolni azt, amit addig láttam. Akkor még a kézmosás lavorban volt. Jellemző volt, hogy hozták be a törölközőt, a lavort, a szappant, Stokedlira helyezték, és ott mostunk kezet újszülött látogatáskor, természetesen mindig kézmosással kezdünk. És ez nem volt probléma. A pelenkát főzték fazékban, nem volt probléma. Akkor még kiteregetett pelenkák után mentünk, akkor tudtuk, hogy hol van a kisbaba, a kisgyerek, tudtuk, hogy kihez kell bemenni, hisz mindenhol látszott, hogy hol van az újszülött. Nem kell gólyát kihelyezni, mint ami most a mai világban már egy-két helyen vagy nyugatabbra tőlünk divat. És annak idején hány gyermek született? Ugye egy-egy családban mi volt az átlag? Akkor is ugyanúgy, már arra az időre egyébként nagyon lecsökkent. Én azt főiskolán már úgy tanultam, hogy egy családra 1,8 számú gyerek esik. Ez a mai napjainkra még ennél is sokkal kevesebb. Amikor én születtem, akkor a faluban nagyon sok 7-8 gyermekes család volt. Mi is azok voltunk, nagyon sokan voltunk akkor, de ez már, amire én felnőttem, elkezdtem a munkámat, 2 és 3 gyerekre
csökkent, ami most megint csak emelkedik. Van 3, van 4 gyerekes család is, aminek nagyon örülök. Ugye hát a munka az igazából miből állt? Tehát mit kellett önnek tenni a védőnőként a házi orvos mellett mondjuk, vagy gyermekorvos mellett? Nem feltétlenül mellettük voltunk közvetlenül, tanácsadások alkalmával találkoztunk velük. Itt a házi orvossal Kapuváron nem, de faluhelyen, ahol általános tanácsadás volt, ott természetesen a házi orvos is részt vett a tanácsadásokon. Ezen az alkalmakon gyakorlatilag a csecsemő kisgyerekek bemutatása történt, és közösen tudtuk a gyermekkel kapcsolatos dolgokat megbeszélni. Azon kívül meg a védőnő munkája alapvetően a családlátogatás. Az, ami gyakorlatilag még nem ment ki a divatból. Ez szinte csak nálunk Magyarországon fordul elő, hogy a védőnő családokat látogat. És ilyenkor hogyan segíti a kismamát, főleg aki első gyermekét szülte meg, milyen tanácsokkal látja el, hogy a nevelésző kenőmentes legyen és jól fejlődjön a kisbaba? A családlátogatás már megalapozódik a várandós tanácsadásnál, hisz már akkor kismamák a tanácsadóba jönnek, és otthon is látogatjuk őket. Itt beszélgetünk az egészséges életmódról, mind a mellett, hogy vizsgálatokat végzünk a ránk ruházott lehetőségek között. Tanácsadáson is beszélgetünk a baba fejlődéséről, a készülődés a baba megszületésére. Sokszor szó esik a anyateljes táplálásról, többször is a terhesség alkalmával. Ez egy fontos momentum később a csecsemő táplálás szempontjából is. Aztán, mikor megszületik a kisbaba, a védőnőnek az az előnye, hogy ott van sok élethelyzetben, többek között az újszülöttek látogatásában is, természetesen ott vagyunk a helyszínen, és tanácsokkal látjuk el az anyukákat az egészséges csecsemő fejlődésével kapcsolatosan a különböző élethelyzetekben, hogy miket tud egy kisbaba, nagyobb gyerek végezni, erre rálátást adunk a mindenkori szakmai tudásunknak megfelelően, meg a kor elvárásainak megfelelően. Mindez hogyan változott az elmúlt időszakban? Tehát az alaptevékenységek maradtak, de gondolom idővel azért valami változott. Idővel annyi változott, hogy most már a technikai újdonságokat igénybe vesszük, figyelembe vesszük. Míg még régen a védőnő kilincselő szakmát végzett, az én tanító védőnőm is meglepődve hallotta, hogy védőnő leszek. Főiskolás voltam, még mindig járt hozzánk a védőnő. A kilincselő szakmának egyébként az a előnye vagy hátránya, hogy nem tudjuk, hogy kinyitják az ajtót, becsukják, holnap is beengednek-e minket. A bizalom az nagyon fontos a védőnői munkában. Most viszont előre tervezett látogatásokat tudunk végezni, tehát nem meglepetésszerűen jelenünk meg egy család életében. Ezzel az az előny is van, hogy várják a védőnőt, aminek én nagyon örülök. Nekem ez így jön le, hogy várják a védőnőt, legalább mert ha időpontra megyek, ez nagyon jó ilyen szempontból, hogy ennyit változott. Minden adott ahhoz, hogy itt a Kapuvári Kórházban tudják fogadni a kismamákat. Ide költöztünk vissza, mert már voltunk más helyszíneken is. Ez egy jól felújított rendelőintézet, ahova tudtunk jönni. Itt külön lehetőségünk van a csecsemő és kisgyerek tanácsadásra és a várandós gondozásra. Ez alkalmat ad a személyes beszélgetésre, ami nagyon fontos a mi munkánkban, hisz a mentálhigiénés beszélgetések nagyon sokat előre viszik a családok életét. Ez a személyes találkozás nagyon fontos a mi munkában. Néha csak hallgatunk, meghallgatjuk a másik felet. Néha az okos hallgatás többet ér, mint bármennyi szó. A lelki egyensúly, a lelki jólét meg a családok életére is mindenképpen kihat. Azt gondoljuk, hogy az segíti tényleg a család alakulását a későbbiekben is. Ugye amikor bejön a kismama, és mondjuk megszült, már a babával érkezik, azért nagyon fontos, hogy tényleg biztonságban érezze magát a különböző olyan dolgokat, ami
tanástalanságra ad okot, vagy éppen elbizonytalanodik a kismama, önök akkor tudnak segíteni. Igen, bármilyen, ami törvény adta keretek adják meg az, hogy mi mit végezhetünk ezzel kapcsolatosan. A gyermek megfigyelése az nagyon fontos támpont. Ha bármibe, akár pusztán, hogy bőrálváltozás, vagy étkezési tanácsokat kell adni, vagy anyatejkevesbe, de hogyan tudják okozni az anyatejet, ez nagyon fontos kérdés. És bármikor, akár telefonon is tudunk ebbe segíteni, nem csak itt a tanácsadóban, hanem természetesen telefonos tanácsadást is tudunk az akár munkaidőn túl is adni, hisz egy anyukának az a jó, amikor akkor a pillanatnyi problémájára kap megnyugtató választ. Első körben ugye tőlünk kérdezik, vannak esetek, amiket ugye mi nem tudunk fölvállalni, és természetesen akkor a gyermekorvoshoz küldjük az eseteket, amikor van. Ön az elmúlt évtizedben számtalan kismamán segített a mindennapjait tanácsadásával. Van emlékezetes eset akár gyermekben, amikor az ön szakmai tudására is szükség volt, ami úgy igazából hát meg is maradt? Igen, hát van több is, tehát igazából igen sok van. Egyedül az, ami legemlékezetesebb, egy súlyos betegséget pusztán egy vizeletvizsgálattal sikerült itt a tanácsadóba úgy elindítani, felismerni, hogy azóta a vese átültetésben részesült az illető gyermek, és hát... Ez most igazából hogy történt? A kismamának a vizelet mintája alapján, nem, vagy ez egy gyermek? Egy gyermeknek a vizelet mintája, hogy fehérje volt a vizeletben, és az ugye elindított itt különböző vizsgálatokat, ez csak az első momentum. Vagy akár bármilyen fejlődési rendellenesség, amit ha nem legyen az csontrendszeré bármi, hogy észleljük, mi csak a tüneteket észleljük, nem diagnosztázálunk természetesen, az az orvos feladata, de a személyes kapcsolattartás az orvosokkal elindíthatja a kivizsgálást bizonyos esetekben. Nagyon sok eset volt az én életemben, nem tudnék egyetlen egyet sem megmondani, mert minden eset más és más. Gondoltam, egyszer összeírom ezeket. Nagyon sok olyan alkalmam is volt, több is, amikor munkám elején még nem bizalmatlanul fogadott a család, de megoldódott aztán. Volt olyan eset, amire 22 évet vártam, ezt emlékezetes volt az én életemben, mert... Mi volt az az eset? Hát nehéz eset volt ez. Nehezen fogadott még a munkám elején egy család, de aztán egy idő után megoldódott a probléma. Már mikor a gyermekük anyává lett, akkor elfelejtettük közösen ezt a nehézséget, ami részemről nagyon sok lelki problémát adott, hisz munkám elején, mint mondtam, a bizalmatlansággal kellett szembesülnöm sokszor. Hát bizony mondták azt, hogy maga védőnő akkor nem jól tanulta. Hát ezzel meg kellett napról napra küzdenem. Most viszont miután már 37 éve dolgozom, azt gondolom már gyűjtöttem annyi tapasztalatot, hogy ezt elfelejtve már szinte tőlem kérnek tanácsot. Hányan dolgoznak itt Kapuváron védőnőként? Hatan vagyunk védőnők. Egy csoportvezető védőnő és egy iskola védőnő van közülük. Hát öten területi munkát is végzünk. Ugye nemrégiben kapott egy városi elismerést. Igen. Mit jelent önnek, hogy a város elismerte a tevékenységét? Ezt meglepődve vettem át ezt a díjat. Ez a Lumnice Sándor emlékérem, azt gondolom, hogy nem egy személynek szól, hanem a tímnek, ennek a kapuvári védőnői szolgálatnak. De úgy érzem, hogy ez a város megbecsülését nyertük el ezzel. Itt szeretném megköszönni a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy megítélték ezt a díjat. Kolléganőimnek viszont azt a bizalmat, hogy én vehettem át ezt a díjat, hisz mondom, ez egy tím munka, nem csak kimondottan nekem szóló. És a jövő az
hogyan néz ki? Lesz-e valamilyen változás? Szeretnél valamire felhívni a figyelmet, akár a kismamáknak? Haladunk-e ugyanezen az úton? A mindenkori népegészségügyi feladatokat úgy gondolom, hogy elvégezzük. Tavaly jött be a kora gyerekkori prevenció keretében az, hogy a gyerekek fejlődésére több alkalommal, időszakonként jobban odafigyelünk. Úgyhogy ezt a folytatjuk továbbra is, hogy ez így megállja a helyét mindenkor. Nagyon fontos a gyermekek táplálásában az első időszakban az anyatejes táplálás, erre mindenképpen felhívjuk mindig a figyelmet. Úgyhogy nagyban a védőnői munka ezzel így nem változott. Köszönöm is az elismeréshez, gratulálunk! Köszönjük szépen, köszönöm!